A héten gazdasági bizottsági ülésen is voltam, többek között meghallgattuk az NFÖ államtitkárát, aki hát egy borzasztó széles ügyekkel foglalkozó államtitkárságot vezet. Elképesztő mennyiségű dologról nyilatkozott nekünk, számolt be az elmúlt három évről, a hulladékgazdálkodástól, a szegregáción keresztül, az utak javításáig. Kénytelen voltam megjegyezni neki, hogy ezekben az ügyekben Magyarországon lehet, hogy van erőlépés, csak sajnos alig-alig látszódik, hiszen még itt Budapesten is olyan utak vannak, amiken gyakorlatilag életveszélyes közlekedni, annyira hepehupásak, lyukasak, de hát aki egy kicsit is jár vidéken ott, az is tudja, hogy hát az is természetesen. Az autópályák lukasak és a falvak közötti úthálózatok gyakorlatilag alig-alig léteznek már, annyira elhasználódtak. Arról nem kell beszélni, hogy a szegregáció, csak most beszélünk nyíltan, hogy a cigányok szegregáció a magyar oktatásban állami segítséggel történik, hiszen olyan törvényeket hoznak az oktatásban, amivel bár kimondva nincsen, hogy szegregálnak, de a valóságban azt érik el, hogy a cigány és nem cigány gyerekek nem járnak egy iskolába, és természetesen sajnos természetesen a cigány gyerekek olyan iskolákba járnak, ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően, amik nem megfelelő oktatást adnak nekik, és soha nem fognak tudni kitörni abból a nyomorból, amivel jelenleg tartózkodnak, és csak újra termelik ezt a nyomort. Hulladék gazdálkodásról is kérdeztem az államtitkár urat, hiszen még itt a 9. kerületben is, amit én a barátaimmal szedtem össze hulladékot, a bicikli útról, egy kiemelt európai bicikli útról, az még a mai napig is ott van, két nap ezelőtt szedtük össze, és még mindig nem vitte el senki, pedig általában tízmilliárdokat raktak bele a hulladék gazdálkodásba, persze természetesen nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Szóval ezekre a kérdéseimre az államtitkár úr nem válaszolt természetesen, elmondta a sablon szöveget, hogy mennyi pénzt tett az állam ezekbe a dolgokba bele az elmúlt hónapokba, de valójában nem válaszolt, átugorta a kérdéseket, ugyanazt teszi, mint mindig a Fidesz, természetesen, ezt is csak idézőjelben tudom mondani, hogy természetesen fideszes kollégák minden további nélkül elfogadták a beszámolóját, így az a parlament elé kerül, őszintén sajnálom, milliárdokat költünk el a semmire, remélem, hogy nagyon hamarosan ez meg fog változni. Az elmúlt hetekben, hónapokban a Magyar Szolidaritás Mozgalom és hát én is többször kiálltunk a cigány honfitársaink mellett, hogy az őket ért erőszakos cselekményeket azonnal tiltsa be a magyar állam, a rendőrség tegye a dolgát, és ezt az ügyet nem engedtük el, vinni fogjuk. Addig fogunk ebben az ügyben politizálni, ameddig érdemi változások nem lesznek Magyarországon az ügyben, hogy semmilyen kisebbséget ne érhessen, semmilyen hátrányos megkülönböztetés. Most azért írok levelet Áder Jánoshoz, és adom föl postán neki, hogy tegye egyértelművé, a belföldi magyarokért is kiáll, semmilyen szélsőségnek nem enged, és egyértelművé teszi, hogy Magyarországon a rendet a magyar rendőrségnek kell megoldania, és nem pedig félkatonai alakulatoknak. Kérem Áder Jánost, remélem, hogy válaszolni fog a levelemre, és nem csak nekem, hanem az egész országnak egyértelművé teszi álláspontját. Parlamenti képviselőtársaimmal folyamatosan szoktuk bombázni a parlamentet és a kormányt, újabbnál újabb törvényjavaslatokkal, a devizahitelesek ügyében, a kilakoltatottak ügyében, és úgy általában azokkal a családoknak és társadalmi rétegeknek az ügyében, akik leszakadóban vannak Magyarországon, vagy már teljesen leszakadnak. Sajnos a kormány általában ezeket a törvényjavaslatokat nem tűzi napirendre, nem veszi tárgyalási sorozatba se. Ma újra lett volna oka a kormánynak, hogy az eddigi hibákat korrigálja, hiszen rengeteg ilyen törvényt nyújtottak be a kollégáim, párbeszédesek is, Magyar Szocialista Pártbeliek is, közösen is, külön-külön is, a devizahitelesekről is, a szegény emberekről is, a kilakoltatások ellen is, a szegény gyermekek otthonba helyezése ellenére is. A Fidesz-KDNP kormánya egyiket se vett a napirendre, ezzel újra bebizonyították, hogy egész egyszerűen nem érdekli őket a magyar nép sorsa, nem foglalkoztatja őket, hogy az ő általuk megszavazott intézkedések következtében hány százezren kerülnek az utcára, és mennyi millió ember él máról hónapra ebben az országban. Azért küzdünk, hogy ez a folyamat minél hamarabb véget érjen, természetesen nem fogjuk abba hagyni a küzdelmet, addig fogunk menni, míg ezeket a törvényjavaslatokat így vagy úgy, de el nem fogadja a magyar parlament. Karácsony Gergővel megerősítettük azt a szövetséget, amit az első előválasztáson kötöttünk. Az MSZP, a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció és a Szolidaritás ugye akkor Karácsony Gergőt támogatta. Mi a második fordulóban is Karácsony Gergőt fogjuk támogatni, és nagyon reméljük, hogy az őszi önkormányzati választókon is ő lesz a jelölt, és természetesen akkor is őt fogjuk támogatni. Azért támogatjuk Gergőt, mert mélyen egyetértünk Gyurcsány Ferencnek azon mondatával,
mert szerintem egy politikusnak hosszú-hosszú évekre is nagyon sok munkára van szüksége ahhoz, hogy ezt a nagyon nehéz és nagyon sok alázattal járó munkát megtanulhassa. Nagyon sok győzelmet kell aratni, nagyon sok bukásba kell részt venni, a bukásból föl kell állni, és meg kell mutatni az embereknek, hogy ő akkor is dolgozik, hogyha éppen ellenszél van, hogyha ellenzékbe dolgozik, hogyha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. És azt gondoljuk, hogy Budapest polgármesterének, akit 2019-ben fogunk megválasztani, egy olyan embernek kell lenni, aki egy nagyon kipróbált ember, hiszen Budapestet vezetni önmagában is egy nehéz feladat, ez egy 2 milliós világváros, elképesztő gondokkal, a sok jó tulajdonság és a fantasztikus helyzete mellett, lakhatási válság van, szmogos a város, elárasztják a turisták, ami persze egyrésztről fantasztikus, de másrésztről nagyon megterheli a város lakosságát. Elképesztően magasak az albérletárak, az úthálózat mondhatni romokban, a bicikliutak szintén. A szemetet sok helyen el se viszik. És sajnos napestig tudnám mondani a problémákat, amikről tudom, hogy Gergőnek van válasza, hiszen nagyon sokat beszélgettünk vele. De nem csak emiatt támogatjuk Gergőt az előválasztáson, hanem azért is, mert Budapest polgármesterének bizony politikai ügyekben is el kell majd járnia, hiszen Budapest ellenzéki város, és Budapesten a főpolgármesternek szembe kell majd mennie pár dologban a kormánnyal is. Ehhez mindenképpen azt gondoljuk, hogy Karácsony Gergő személye az, aki garanciát tud arra, hogy ezt a harcot meg tudjuk vele tenni, és rendbe tudjuk vele hozni Budapestet, és Budapest központtal pedig föl tudunk építeni egy olyan ellenzéki bázist, ami 2022-ben érdembe fogja fölvenni a versenyt a Fidesz-KDNP ostoba, de nagyon demagóg és nagyon sok pénzből fönntartott kampányaival szemben. De vissza az előválasztáshoz, először az előválasztást fogjuk megnyerni a Gergővel, aztán az őszi önkormányzatit, aztán rendbe tesszük Budapestet, és aztán pedig le fogjuk váltani a Fidesz-KDNP-t.